Már a magyarországi németek is tiltakoznak a szabadságtéri megszállási emlékmű miatt. Szerintük annak több szempontból sem leheti létjogosultsága. Közben Balogh Zoltán miniszter történészvitát javasol Kalsai László és Szakály Sándor között. Utóbbi korábban azt állította egy 1941-es deportálásról, hogy az idegenrendészeti eljárás volt. Ez elkerülhetetlen, hogy erről vita legyen, és hogyha valaki egy vitatott kijelentésre, gondolok itt a Szakály történész professzornak a véleménye, rögtön úgy reagál, hogy ezt az ember zárjuk ki, ez mondjon le, ez tűnjön el, nem pedig úgy, hogy például kihívja egy nyilvános vitára, és azt mondja, hogy vitassuk meg, hogy hogy is néz ki ez a Kamenyec-Podolszky ügy egyébként a történészek szempontjából, és mit kell erről gondolni, mit lehet erről gondolni Magyarországon. Történész vitát javasolt a Szabad Szemmelben az emberi erőforrások minisztere a két érintett, Szakály Sándor és Karsai László között. Karsai azt mondja, nem tud vitatkozni Szakállyal, mert történésztársa nem ismeri az ügyben a tényeket. Szakály Sándor nem ismeri valószínűleg ezeket a publikációkat, vagy nem kellő mélységben, tehát vele erről a témáról szakmai vitám nincs. Megkerestük természetesen a másik érintett felet, Szakály Sándort, az Állami Fenntartású Veritas Intézet igazgatóját. Mielőtt megszakította volna a telefonbeszélgetést, a történész a következőt mondta. Olyan emberrel, aki őt holokauszt tagadónak nevezi, nincs miről vitatkoznia. Karsai László viszont azt állítja, soha nem állította ezt Szakályról. Én azt mondtam, hogy Szakály Sándor nem ismeri az 1941-es deportálásnak a történetét. Ha bármit félreértett volna Sándor barátom, akkor azt kell mondjam, hogy ezt nagyon sajnálom, de higgye el, hogy semmilyen szándékom nem volt. Tovább folyik a vita a szabadságtérre tervezett megszállás emlékmű kapcsán is. A magyarországi németek szerint a birodalmi sas évszázadok óta szerepel a német jelképek között, nem köthető kizárólag a náci Németországhoz. A magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke szerint a szobor mondani valója ellehetetleníti a hiteles történelmi szembenézést, és a német nemzetiségi közösségben is komoly ellenérzéseket kelt. Az emlékezésnek én azt gondolom helye van. Csak nem így, nem ebben a formában, mindenféle vita előkészítés nélkül, és hát nem ezzel az üzenettel, hiszen ennek az emlékműnek azért nagyon egyszerű az üzenete, arról szól, hogy itt egy idegen hatalom megszállta Magyarországot, és minden, ami 44. március 19-e után történt, az ennek a megszállásnak az egyenes következménye. Heinek Otto hozzátette. Bíznak abban, hogy a kormány végül meggondolja magát, és nem épül fel a vitatott emlékmű.